Kolár Gergő nem először járt a városban, de elmondta, szívesen érkezik a marcali közönséghez. Nemrég voltam itt egy tehetségkutató versenyem, voltam vendégfellépős, nagyon jó volt itt lenni, jó közönség volt már az is, és jó volt azokat a tehetségeket látni. Remélem itt lesznek ma azért egy páron azok közül. Azzal a repertoárral készültem egyébként ma is, mert ott elég jó buli kerekedett, és gondoltam, hogy itt is ez megfelelő lesz. Bulizós dalokat hoztam lassú dalt is, hoztam új dalt is, úgyhogy igyekszem, hogy jó hangulat legyen. Milyen nyár előtt állsz, vagy milyen a nyarad? Mennyire pörgős, mennyire van sok fellépésed? Hogy néz ki a nyarad? Hála Istennek nagyon-nagyon pörgős, és hát azt tudom mondani egyébként, ugye 4 éve vagyok már a szakmában, még ez nem sok, még a pályám elején vagyok, de hogy minden évben emelkedik. Tehát nem az van, hála Istennek, hogy lejjebb megy a dolog, hanem egyre feljebb megy, és egyre több fellépésem, egyre nagyobb felkéréseim vannak, úgyhogy nagyon örülök neki. Egészen decemberig be vagyunk táblázva fellépésekkel, van egy új projekt is, amiben részt veszek, amit most még nem mondhatok el, de nem sokára, talán jövő héten már nyilvános lesz, hogy nem sokára megtudhatja azt is a kedves közönség. Színházban is játszunk, tegnap ott játszottunk a Szarvasi Vízi Színpadon, a Szomnakáj című Roma musicallel, nem sokára újraindulunk a Shrek című musicallel is, az új zenekarommal készülünk nagy koncertre, lesz lemezbemutató koncertem is, egyedül Olá Gergő lemezbemutató koncert, Olá Roma Szól bemutató koncert is lesz, nagy koncert, klippremierünk is lesz nem sokára, úgyhogy tele vagyunk, hála Istennek, minden van. Valami nagyszabású terved van-e a jövőre nézve? Hát ezek mind nagyszabású tervek. A Roma Szól nagy koncert például az egy novemberi koncert lesz, amire már most elkezdtünk próbálni és készülni. Az egy igazi nagy koncert show lesz, amire igazán készülni kell, és rengeteg ember lesz benne, vendégművészekkel, az egy igazi nagy show lesz, tényleg érdemes arra ellátogatni és akár utazni is, úgyhogy Marcaliból is nagyon szívesen, nagy szeretettel látunk embereket ott, mert megéri eljönni. És hát most, ami igazán a szívem csücske, az a Roma Szól zenekar, ugyanis ez egy olyan stílus, amit létrehoztunk, amit megalkottunk, amire azt tudjuk mondani, hogy az országban egyedülálló és egyedi. Olyannyira, hogy nem csak az országban, hanem már a határon túl is érdeklődnek utánunk. Konkrétan kelet-európai turné van láthatárban, úgyhogy reméljük, hogy összejön, dolgozunk rajta keményen, hogy tudjunk alkotni újra újabb dalokat, új dolgokat, ami a közönségnek. Nem sokára egyébként megjelenik az első dalunk, ami Fekete-Fehér címmel fog megjelenni, ami már fönn van egyébként egy akusztikus verzióban az interneten, amit már több mint 700 ezeren néztek meg, nem számítottunk erre egyáltalán egyébként. Úgyhogy nagyon remélem, hogy sokan várják a videóklipet, ami fantasztikus lesz. A több mint fél órás koncert nagy sikert aratott. Saját számai mellett neves előadók dalai is a repertoárját képezték.